Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, a díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy, látható a képen, a társad itt alattad, de ez a férfi utal általánosságban a férfiakra is. A fejed fölött lévő kártyák mutatják a gondolatokat és terveket. Ha te egy hölgy vagy, itt fölötted nincs kártya, és az azt jelenti, hogy nem engeded meg azt, hogy mások bepillantsanak a gondolataidba, vagy ne beszélj a terveidről. Ha a férfit tekintem, akkor te állsz itt az ő gondolataiban, tehát ő gondol rád. Sőt, itt van a szerelem, itt van a vonzalom. De a hátad mögött megjelenik ez az ostor, ami utal vitákra, veszekedésekre, de mivel itt hátat fordítasz ennek, itt a múltról van szó. Lehet, hogy te bántottad meg őt, vagy ő sértett meg téged, de ez lezárul, hiszen a kasza elvágja ezt a képet, lezárja ezeket az eseményeket, és itt van a szerencse, tisztázódik valami. És ami mindig olyan nyugodt, csendes volt, vagy ő volt visszahúzódó, az elmúlik, hiszen itt a gólyák utalnak a változásokra, itt lesz mozgás, előre mennek az események, és a gyermek utalhat az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Ez a kasza jelenthet szakítást is, ez nem azt jelenti, hogy ő szakítani akar veled, hanem megvannak nála a félelmek. Fél attól, hogy változás lesz, egy másik férfi belép az életedbe, és nálad lesz egy új kapcsolat, egy új kezdet. Fél attól, hogy elveszít téged. És a kasza rabolja az ő élet erejét is, és emiatt, mert ez foglalkoztatja őt, ez a gondolat, olyan fáradtnak, kimerültnek érzi magát. De fordul a kocka, neki más irányba kellene tekintenie, akkor itt van a szerelem, a napsugár, itt vannak a mély érzelmek, a könnyűség és a kommunikáció, tehát ő beszélni fog veled érzelmekről, tervekről. Ami előtted látható, az a szerelem és az utak, és az azt jelenti, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. Keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a hivatás, a lakhely, vagy a párkapcsolat. Amit a fa még jelent, a gyógyító erőt. És itt meg lesz a szívgyógyulás egy bizonyos helyzetben, ami bántott téged itt a múltban, és most meg lesz itt a szerencse. A téli hónapokban voltak itt hamisságok, valami átláthatatlan volt, voltak korlátozások, de szerencsére megjelennek itt az egerek. És úgy szoktuk mondani a kártyavetésnél, ahol megjelennek az egerek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a korlátozásokat, a hamisságokat és ezt a felhőt. A kasza elvágja a hegyet, a problémákat, a nehézségeket, és a kasza elvágja ezeket a hamisságokat is. Tehát októberben kisüt a nap, lesznek jó kapcsolatok, kinyílik itt egy ajtó, ezek a lehetőségek. Itt a virág csokor szerencsét hoz, lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Esetleg utalhat egy kreatív tevékenységre,
és a gyűrű jelentheti a szerződéseket, hiszen egy vonalban van a horgonnyal, ami utal a munkára, a hivatásra, tehát lehet munkahelyi változás. És itt a kereszt jelenti a hitet, a bizalmat, azt is, hogy elérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, ugyanúgy, mint az utaknál, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az utak kihatnak a szerelemre, a kereszt kihat a munkára, és az anyagiakra, hiszen a halak a pénzt jelképezik. A hajó jelenti a reményt, itt lesznek változások, itt a gólyák szintén változásokra utalnak. De a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, ez lehet egy belső út. És itt a kígyó, a megújulásokat, a gyógyító erőt, ez a kígyó, ez lehet egy hölgy is, ez a kapcsolat külföldről, kihat a munkára, kihat az otthonra, vagy egy ingatlanra. Lehet egy ingatlan bérlete vagy vásárlása is, és akkor a levél utal a szerződésekre. De ez a levél lehet egy hír külföldről, vagy munkahelyi szerződés is lehet, hiszen itt van a kártya, ami utal a hivatásra, és akkor ez a levél jelenti a szerződéseket. Mivel a ház nem csak az otthont jelenti, hanem valaminek a kiépítését, ez lehet egy saját vállalkozás is. De utal az otthonra, a szülői házra, a rokonokra, az ismerősökre, szomszédokra, és itt lesz egy hír, egy új kezdet, és ez a kígyó lehet egy hölgy a közelben. A könyv jelenti a tudást, a továbbképzést, és akkor a kígyó jelenti a gyógyító erőt. Ezen a területen dolgozhatsz, vagy itt ezen a területen lesz egy továbbképzés. A csillagok szerencsét hoznak, de jelentik a spirituális területet is. Itt ezen a területen megvannak a barátságok, új kapcsolatok, ismerősök, itt van a nyilvánosság, mások észrevesznek téged, megkapod a megbecsülést, megkapod az elismerést. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. De ne beszélj a terveidről. Mindaz, ami fájt, azt lezárod. Hátat fordítasz neki, ez elmúlik. A koporsó lezárja ezeket a témákat. Itt van a szerencse, a tisztító erő, a nyilvánosság, előtted a szerelem, az élet utak, amikor az élet utak kereszteződnek, vagy fontos döntéseket fogsz hozni, elfoglalod a helyedet az életben. A fának van gyógyító hatása is. Második hét, október hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád. A múltban vagy te sértetted meg őt, vagy ő bántott meg téged. Itt vannak azért fájdalmas emlékek, de a kasza ezt elvágja. Ez a hölgy hátat fordít ennek, tehát elmúlik, le fogjátok szárni ezeket a témákat. Fél attól, hogy te valakivel itt megismerkedsz, és elveszít téged. De a kártyáknak más jelentése is lehet, amikor a kasza azt jelzi, hogy olyan hirtelen jön valami, amikor nem számított rá. Újra megvan itt az életerő, a változások, a mozgás, és egy új kezdet. Azon kívül itt van a szerelem, a vonzalom kettőtök között mély érzelmekkel, és itt beszélgetések lesznek, ami az érzelmeket illeti, ami a döntéseket illeti. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Problémák, nehézségek a munkahelyen, de itt a remény, a változások, hogy kinyílik egy új ajtó, lesznek új kapcsolatok, szerződések, a virág szerencsét hoz, lesz egy kellemes meglepetés, itt van hozzá a remény, de ez jelenthet külföldi kapcsolatokat,
külföldi szerződéseket is, ami nem csak a munkára hat ki, hanem az otthonodra, a kapcsolatokra, és ez a kígyó lehet egy hölgy külföldről, és itt lesz egy hír. Utolsó hét, október hónapban itt alul látható korlátozások, nehézségek, hamisságok, de ez elmúlik, mert az egerek október végén itt megjelennek, felfalják a kártyákat, akkor az már nincs ott. Lesznek sorsdöntő változások, különösen, ami a munkát, a hivatást, az utazásokat, az anyagiakat illeti. Ez a könyv jelenthet tudást, továbbképzést, itt vannak a változások, a kígyó utalhat gyógyító erőre, a csillagkép egy spirituális területre, kihat az anyagiakra is, vagy lehet, hogy ezért fizetni kell, ezért a továbbképzésért, és itt lesznek új kapcsolatok, kialakul egy baráti kör. Amit a könyv még jelenthet titkok, hogy ez a nő eltitkol valamit, különösen ami a pénzügyi dolgokat illeti. És az anyagiak vele állnak összefüggésben, ez lehet egy volt társnője, vagy valaki a családból, hiszen itt vannak a családi kapcsolatok is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!